86 Amerika. De aztán még volt több is. Körülbelül 4-szer vagy 5-ször átrepültük az óceánt, mint KFT zenekar. És hát 86-ban Bostonban játszottunk egy klubban. Boston egyetemi város. Két nagy egyetem van benne, de tényleg város nagyságúak. És ettől olyan furcsa érzés van az embernek, mert mész az utcán, és mindenki fiatal. Mindenki 25 éves körül van. És sok a klub, és az egyikben valahogy meghívtak minket. Hogy pontosan miért, tehát nem internet se volt, tehát hogy szúrtak ki minket, hogy ezt a zenekart szeretnénk itt fölléptetni, arra nem emlékszem. Csak arra, hogy ugye a zenekarban a legjobban angolul, akkor a Marci beszélt, de hát ő nem tud állandóan előre jönni, konferálni a dob mögül, és én voltam a második angolul beszélő, és egy kicsit föl kellett készülnem rá, hogy miket fogok mondani. Emlékszem, azzal sikert arattam a közönségnél, hogy mondtam nekik, hogy szép hely ez az Amerika, ekkora szemetes autókat sehol nem láttam még. Ez nekik nagyon tetszett, hogy nekem a szemetes autók ragadták meg figyelmemet Amerikából. És akkor ott arattunk egy sikert, amiről képtelenség megmondani, hogy mit ér, hogy mennyit ér. Aznap este az sokat ért ott. Tehát aki ott volt, azon úgy láttam, hogy jól érzi magát, érdekesnek talál minket, érdekesnek találja, hogy egy árvakukot nem ért abból, amit énekelünk, mert magyarul énekeltünk. Talán összeszedtük magunkat, és egy dalt elénekeltünk angolul is, de lehet, hogy azt hitték a kiejtés miatt, hogy az is magyarul van. És még az is a sikerhez tartozott, hogy azt mondta a tulaj, hogy anytime, bármikor erre járunk, akkor nála fölléphetünk. Hát ugye Boston az ember, pláne szocializmus volt még, és nem látszott a vége. Tehát most úgy könnyen mondjuk, hogy 86 és mindjárt vége lesz, de 86-ból nézve ez egy végtelen ügynek nézett ki. És úgy azt mondta, hogy hát bármikor erre járunk, akkor nézzünk be. Valamint ott Bostonban volt egy rádióadás, egy rádió társaság, akik többször is lejátszották a Fodrászt magyar nyelven. És olyan pozitív visszajelzések jöttek rá. Nagyon furák voltunk mi ott. Tehát annyira furcsák voltunk mi. Hát még igazából Európában is furcsák voltunk. Tehát még ma is furcsák vagyunk. De ott Amerikában ez az egy lehetett bennünk egy kicsit vonzó, vagy olyan furcsák vagyunk. Akkor volt egy másik amerikai utunk, az Los Angelesben zajlott. Ott volt egy úgynevezett utcafesztivál, Street Scene Festival szeptemberben. Ez nevetséges módon ugyanennek az évnek az őszén volt. Tehát egyszer csak hirtelen kétszer is el kellett menni Amerikába. És ezt a Marci szervezte nekünk. Közös költségen delegáltuk őt Cannes-ba februárban, a Midemre, ahol hát ilyen kiadók, előadók ott a sertepert éltek, és nem bíztunk egyáltalán a magyar hanglemezgyártó vállalat tevékenységére, hogy ez elég hatásos lesz, és kiküldtük a Marcit, hogy ottan nézzen körül. Most mindenki hazajött onnan, hogy ilyen szerződés, meg olyan ajánlat, meg ilyen fellépés, meg olyan, ami mind hazugság volt. Képzeld el, rájöttünk, hogy ezek a többiek, ezek hazudnak. Nagyon furcsa érzés volt. Mi viszont úgy nem kaptunk nagyon nagy sajtófelületet erre, hogy velünk is történt-e ott valami, de a Marci összeismerkedett valami Los Angeles-ivel, aki így meghívta a zenekart őszre. Na lényeg az, hogy kimentünk, és a UB40 után játszottunk.
mondhatnánk úgy is, hogy a UB40 volt az előző zenekarunk, de ez nem lenne tőlem szép. Az történt, hogy reggeltől, mondjuk 10-től mentek a zenekarok éjfélbe menően, és hát valamikor nem 5 óra körül játszott délután a UB40, és mi meg 6:30 körül kerültünk színpadra, de nem volt ennek semmilyen jelentősége. A nehézség az volt a dologban, hogy én nem a saját szintetizátoromon játszottam ezen a fellépésen, mert az enyémet elvesztette a légitársaság szerencsésen, odafele menet. Hát én szomorúan érkeztem meg Los Angelesbe, mert az egyik szemem sírt a szintetizátor miatt, ott álltam a repülőtéren a szalag mellett, és amikor az megállt, és elkezdett egy ember takarítani, akkor én még mindig ott álltam, hogy hát egy csomagnak még itt ki kellene jönnie, és nem jött. Úgyhogy csomagreklamáció, és akkor mindig biztattak, hogy ó, hát ez egy-két nap alatt elő szokott kerülni, na az enyém nem került elő egy-két nap alatt. És egyszer csak azt mondták a szervezők, hogy hát közelebb a fellépés pillanata, bérelnek nekem egyet, mondjam meg, hogy miért kérek. És mondtam, hogy én olyat kérek, amilyen nekem volt, mert ahhoz tudom, hogy mi van rajta, meg hogy kell. És béreltek egy olyat. Azért nem volt olyan egyszerű azon játszani, mert egy szintetizátor önmagában a boltban, az csak egy darab vas, azt a zenész tölti meg a saját hangszíneivel, hónapokig, néha évekig pösz meg egy-egy megszólalt hanggal, hogy az úgy szólaljon meg, és addig tartson, és nem tudom én. Rengeteg munka van egy ilyen szintetizátorban egy évvel, a megvásárlás után már. Na most ez meg egy üres szintetizátor volt, úgyhogy amíg a többiek nézték Los Angeles nevezetességeit, addig én ültem egy szállodaszobában, fejhallgatóval, ami ráadásul megint becsapós, mert fejhallgatóban mást hall az ember, mint hangszórón. De hát hangszórót nem adtak, fejhallgatót adtak, és próbáltam előhalászni a jó kis hangszíneimet, és valamennyit sikerült is. De aztán ott a fellépésen meg azt mondták, hogy eljátszottuk az utolsó dalunkat, ováció. És akkor kiment a műsorvezető, és azt mondta, hogy akarjátok, hogy játszanak még a magyarok? Akarjuk, és nekünk nem volt több játszani valónk, nem volt több hangszínem. Ha az én hangszerem ott van, akkor játszottunk volna nekik 1,5 órát, 2-t. Így meg azt a 6-8 számot valahogy beleraktam, és nem is tudom. Szóval én arra emlékszem csak, hogy kínlódok, mint az állat. A többiek biztos jól érezték magukat a színpadon. És ott is sikerünk volt. De aztán elbeszélgettünk egy zenekarral, akiket San Franciscóból hívtak. Ez nemzetközi fesztivál volt ugyan, tehát voltak afrikaiak is, olasz, meg skót, mindenféle előadók voltak, mi voltunk a magyarok, de volt amerikai is, az San Franciscóból jött, tehát nagyon messziről nem. És azt mesélték, hogy ők egy elég ismert zenekar San Franciscóban, de sajnos az első lemezük bukás volt, mert csak 150 ezer példányban fogyott el, és hát az az igazság, hogy ha elhagyják San Francisco területét, akkor őket a kutya se ismeri. Tehát Los Angelesben ők egy kezdő új zenekarnak számítottak, nagyon profik voltak, tehát hihetetlenül profik, és még azt is mondták a sikerről, hogy ez nagyon érdekes dolog, mert ők tudják magukról, és gondoljuk azt nyugodtan magunkról is, hogy az, hogy most itt sikerünk volt, és esetleg holnap ezek közül, az emberek közül bárki elsétál egy lemezbolt előtt, és meglátja a lemezünket, nehogy azt higgyük, hogy meg fogja venni. Az egy másik kategóriája a sikernek. Oda ők nem tudják, hogy kell eljutni. Itt ma este sikered van, és holnap reggel itt áll 8000 ember, egy se fog rád emlékezni. Arra fog emlékezni, hogy jó, tegnap úgy kimentünk és meghallgattunk egy pár zenekart, és semmi. Tehát ott van valami bűvös határ, amit még át kéne törni ahhoz, hogy egyáltalán
Tehát az, hogy itt Magyarországon emberek azt tervezgetik, hogy majd ők Amerikában sikert aratnak, az egy nagyon vicces terv. Tehát bármilyen erős szövőszéken is szülték, az egy nagyon vicces, vicces terv. Aztán hát a legemlékezetesebb amerikai utunk az a honolulu-i látogatás volt. Ugye hát az is Amerikának számít, mert az egyik tagállam Hawaii. És hát az abból az alkalomból történt, hogy akkor 50 évesek lettünk, tehát életkorilag. És volt ez a darmunk, hogy 50 évesen Honoluluban. De azért koncert ott is volt egy kicsi, tehát nem csak kirándulás, ugyanis ott remek, nagyszerű, aranyos magyar emberek vártak minket. Kiderült, hogy Honoluluban nagyon sok magyar lakik. Érdekes tulajdonságuk nekik, hogy majdnem mind Szegeden végzett valamilyen egyetemen, és ott Szegeden elterjedhetett az a gondolat, hogy Honoluluba kell menni. És ezt meg is valósították. Volt közöttük több biológus, ami egyébként nem véletlen, mert a Hawaii-szigeteknek van egy saját önálló ökoszférája, ahova egy morzsa homokot, termőföldet, vagy egy gilisztát nem vihetsz be, mert felborult tőle az egész. Annyira elzárt módon emelkedik az ott ki a tengerből, hogy bármi, amit kívülről beviszel, az ellenség, meg nem tudom micsoda nélkül, ott tönkre tehet rengeteg dolgot. Viszont azt ott vizsgálgatni, hogy mi az, ami ott van, az egy biológusnak nyilván nagy öröm. A másik barátunk, aki ott megismert minket, illetve mi őt, és azóta is tartjuk velük a kapcsolatot, ő például csillagász, egy másik különleges tulajdonsága a Hawaii-szigeteknek, hogy a legnagyobb szigetek tetején van ez a Mauna Kea tűzhányó, tetején egy csillagvizsgálóval. Hát eleve 4000 méter, ők azt mondják, hogy a Föld legnagyobb hegye, mert lefele meg 6000 a tengerbe bele, és hát ez több, mint a 8800. De hát ugye a tengerből csak 4000 áll ki, és onnan néz a csillagvizsgáló egy olyan eget, ahová semmilyen füst nem száll. Olyan messze van minden szárazföldtől, hogy ő fölöttük iszonyú tisztasággal ragyog az ég, és ettől messzebbre lát az a bizonyos látcső, vagy mi, hogy hívják ezt, ami ott van. Tehát csillagásznak lenni is egy mámor arrafelé. És emlékszem, hogy mesélte, hogy minden év elején be kell adni, hogy milyen kutatásokat akar végezni, és akkor lefoglalnak neki ilyen kis időket. És akkor mehet, és az övé ez a nagy izé, és akkor bele lehet nézni. Na szóval ezek rettenetes jó fejek voltak, és nagyon aranyosak. Valahonnan megtudták, hogy mi megyünk, és már eleve küldtek ilyen e-maileket, hogy milyen ruhába kell lenni, tehát milyen a hőmérséklet, milyen az időjárás. És a tenyerükön hordoztak, tehát megmutatták az egész Oahu-t, ez a sziget, ahol Honolulu van, azt úgy hívják, hogy Oahu. Megmutatták az egész szigetet, bejártuk kívülről, belülről, a kocsmáktól, az óriás teknősökig, mindent megismertünk, ami ott van. És hát csináltak egy bulit, ahol Kft. Koncert is volt. Ez Unplugged koncert volt. Képzelj el, Waikiki Beach-en egy hatalmas parkot. Olyan, mint a Margit-sziget, csak az egyik oldalán a csendes óceán van. És akkor ezt arra használják a honolulusiak, hogy kimennek oda piknikálni. Kivisznek ilyen összevetható székeket, meg asztalokat, kirakják a kaját, és akkor ott röhögnek, meg zenét hallgatnak, meg minden. A borzasztó és magyar ésszel felfoghatatlan része ott kezdődik, amikor ezek hazamennek. És egy csoki papír nem marad utánuk. De ott marad a gyönyörű párezsit. Mindent szépen összeszednek. Nem borogatnak föl semmit, nem öntenek ki semmit, nem túrják föl a füvet, hanem úgy hagyják. És ilyen piknikező társaságból sok van ott,
És akkora a hely, hogy bőven elférnek. Tehát való távolságon kívül 50 méterrel odébb is van egy ilyen társaság, meg ott is van egy, és közben megy bele a nap a csendes óceánba, és érzed, hogy arrafele a legközelebbi szárazföld Japán. És éppen a föld ellenkező oldalán vagy, mint Magyarország, tehát hogyha itt most este 7 van, akkor ott van reggel 7. És ezek az ottani barátaink szereztek gitárt, nekem egy ilyen kis billentyűst, aminek voltak hangszórói is, tehát ott szólt elemről, a Marcinak valami ütögethető dobot, és akkor ott leültünk a fűbe, körülült minket 30 ember, ők, a családtagok, barátok, akik épp ott voltak, és akkor a sötét estébe menő KFT koncert volt, és egészen mámoros volt a hangulat. És aztán hazajöttünk, és azt gondoltuk, hogy talán megyünk mi még Amerikába, mert jó hely. Annak ellenére, hogy nem hódítottuk meg ideig egyszer se, nem írtak rólunk másnap az újságok, és mi mégis jól éreztük magunkat.